3, 2, 1. Ne, én félek! Gyere már! A Bonyhádi iskola táborának a záró napján Bischofné Komlósi Viktória beszélt az esemény szellemiségéről és közösség formáló erejéről. Idén 19. alkalommal rendeztük meg a Percágója tábort nagy sikerrel. Ez egy háromnapos program, háromnapos rendezvény. Kedden érkeztek ide a gólyáink, de ezt a gólyatábort már egy úgynevezett gólyapásztor tréning előzte meg. Nálunk a gólyatábor mindig olyan, hogy a felsőbb éves diákok itt vannak segítőként, idén 13. ilyen diákot választottunk ki, vagy hát jelentkeztek, és választottuk őket a jelentkezők közül, akik segítik a kis gólyák beilleszkedését. Szóval ők hétfőn már itt voltak Váralján, gyakorolták azokat a feladatokat, amelyeknek a segítségével a gólyák könnyebben beilleszkednek ide az iskolai életbe. Vetélkedőkkel, bizalomjátékokkal és ügyességi feladatokkal várták Váralján a gyerekeket. A felsőbb évfolyamosok, a gólyapásztorok saját tapasztalataik alapján tudják, milyen nehezek az első lépések, és hogy jól esik ilyenkor a támogatás. Amikor megjöttek a gólyák, akkor én adtam nekik oda a zárnemüket, meg én húztam ki őket a listáról, segítettem a konyhán takarítani, segítettem reggeliztetni, ebédeztetni, mosogattunk is, segítettünk a játékokat előkészíteni a tanároknak. Meg igazából igyekeztünk a gólyákat a lehető legaranyosabban és legmosolygósabban fogadni, hogy ők is jól érezzék magukat, és ne féljenek igazából, mert azért bekerülni középiskolában nem egyszerű. Én például nagyon féltem az én gólyatáboromba. A segítő tevékenység meghozta a gyümölcsét, a gólyák jól érezték magukat, legfőképp a Forma 1-es Fantázia nevet viselő versenyen. Minden csapatból egy ember, vagyis kettő, egyik ember beült, és a másik tolta bevásárlókocsikba. Ugye játszottak egyszer a tanárokkal, játszottunk, voltak pásztorok is, pásztor és gólyák meccse, meg volt gólyák és tanárok meccse is. A gólyatábor fókuszba helyezte a gyermekek támogatását és az zökkenőmentes beilleszkedést. Ez a szellemiség járta át a többnapos rendezvényt a kellemes természetközeli helyszínen.